Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. Október 10-én a polgármesteri hivatal házasságkötőterme adott otthont az új képviselőtestület alakuló ülésének. Az új ciklus első képviselőtestületi ülésén a választási eredmények ismertetése után Nagy Sándor polgármester és az új képviselőtestület eskütételével elkezdődött a közös munka. Túl vagyunk az új képviselőtestület első ülésén. Hogyan értékelné a mai találkozót? Én azt gondolom, ezeknek van egy kötelező része is, amin pontokon részt kell venni, de a legfontosabb az, hogy a helyi választási bizottság elnöke ismertette már nem először ennek a választásnak az eredményét, azt mindannyian tiszteletbe tartottuk, tudomásul vettük, és gyakorlatilag ez alapján elindult az a fajta munka, ahol egyébként bizottságok jöttek létre, alpolgármesterek jöttek létre, és gyakorlatilag innentől kezdve dolgozni kell. Köszönöm szépen elnök asszonynak, és a következőkben arra szeretném kérni a megválasztott képviselőket, hogy elnök asszony előtt, és mindannyiunk előtt tegyék le az esküt. Ezért arra szeretnélek benneteket kérni és minden jelenlévőt, hogy az eskü idejére mindannyian álljunk föl. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Kistelek fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíljen. A városi élethez kapcsolódóan rengeteg napirendi téma kapcsolódott. Melyiket emelné ki? Egyrészt azt emelném ki legjobban, mikor polgármester egy pár mondatban úgynevezett programot ismertet, hogy mi az előttünk álló feladat. És azt gondolom, megváltozott ez a fajta önkormányzati világ. Sokkal lényegesebb az, hogy fogadóképes és menedzser típusú vezetők legyünk, és sokkal élesebb lett abban a tekintetben a helyzet, hogy ki tudjuk-e használni azokat a gazdasági folyamatokat, ami környezetünkben Kecskemét és Szeged között itt lebonyolódik, ki tudjuk-e használni azt még inkább, ahol egyébként logisztikailag jó helyen vagyunk, autópálya mellett, nemzetközi vasút mellett, ami két vágányosítva lesz, és tudunk-e több munkahelyet, jobb versenyhelyzetet, magasabb béreket, és ezáltal még inkább kedvező helyben maradást létrehozni. Ez úgy van, mint otthon. Ha ennek meg tudjuk teremteni a pénzügyi oldalát, úgy, hogy egyébként itt is akarjunk és szeressünk élni, akkor azt gondolom, ez egy nagy kihívás. És az is egy nagy kihívás, hogy ezek után ez a testület, amire fölesküdött, valóban Kistelek javát akarjuk szolgálni. Milyen feladata lesz a jövőben az új képviselőtestületnek? Az új képviselőtestületnek szerintem az a legfontosabb feladata, hogy segítsen részbe abba a szakmaiságba, akit valaki egyébként az adott területen képvisel, ha ez pénzügyi, gazdasági vagy jogi, vagy éppen szociális, vagy épp a mindennapi sport, kultúra, szabadidő, akkor azt mindenki tegye hozzá, és valóban szem előtt tartsa azt, hogyha egyébként én képes vagyok arra, hogy mind kapcsolatot, mind tőkét, mind egyébként bármely nyertes pályázatot, pénzt hozzak ide, akkor ne várjuk, hogy ez csak a polgármester feladata legyen. Én mindent elkövetek úgy, ahogy eddig is, és azt látom, hogy szép feladat áll előttünk, hiszen
hivatalosan most már megkaptuk a strandfejlesztésről is a támogatást, megkaptuk az utakról is, építünk két ódát, bölcsödét, elkezdtük a Rákóczi iskola felé, és a legfontosabb, egyik legnagyobb kihívás, hogy a gazdaságfejlesztés felé is tovább mozdulunk, és létrehozzuk azt a fogadóképességet, amit a rendezési termék tartalmaz. Ezzel párhuzamosan folyamatosan nő Kistelek adóerőképessége, folyamatosan nő Kistelek lakossága, elfogytak a telkeink, telkesíteni kell, új telekosztást, azt el kell látni mindenféle infrastruktúrával. Tehát amiket csak így gyorsan elsoroltam, az is olyan felelős tevékenység, amit egyébként nem lehet rosszul megcsinálni. Milyen várakozásai vannak a városvezetésnek a jövőt illetőleg? Én azt látom, hogy én abszolút optimista vagyok. Azt látom, hogy itt Kecskemét és Szeged között a mi városunk jó pozíciókkal rendelkezik. Azt látom, hogyha ügyesek vagyunk, és élére állunk a dolgoknak, nem csak követőinek, akkor föl tudunk készülni úgy, hogy az valóban egy eredményes ciklust jelentsen. Október 4-én a Kék Zóna Alapítvány bemutatkozó rendezvényének adott otthont városunk művelődési központja. A jótékonysági szervezet a balesetben, illetve súlyos betegség miatt nehéz helyzetbe került gyermekeket, fiatalokat és családjaikat kívánja segíteni a jövőben. A Kék Zóna Alapítvány nyitó rendezvényén vagyunk. Mit kell tudni erről az alapítványról? Ez az alapítvány, ez nemrégiben így a nyáron került bejegyzésre. 4 alapító tagja van, Mészáros Orsolya, Nemes Nagy Kitti, Szigeti Noémi és Jómagam. Azért hoztuk létre ezt az alapítványt, hogy támogassunk olyan családokat, gyerekeket, fiatalokat, akik vagy tartós betegségben szenvednek, vagy életük során egy baleset következtében lesérültek, és megpróbálunk nekik olyan segítséget nyújtani, amelyre szükségük van, hiszen nagyon sokan vannak, akik ezekből az okokból kifolyólag akár otthoni segítségnyújtásra, házi ápolásra szorulnak, vagy éppen ugye a gyógyszer, vagy az egészséges ápoláshoz szükséges eszközök beszerzését nem, vagy nagyon nehezen tudják megoldani, és ez lenne az alapítvány elsődleges célja itt helyben, Kisteleken, hogy ebben próbáljunk meg segíteni. A Kék Zóna Alapítványnak egyébként további céljai is vannak, hiszen nem tudom, hogy hányan hallottak róla, hogy ugye a Földön vannak úgynevezett kék zónák, ahol igazából az a jelentősége ezeknek a zónáknak, hogy a hosszú életet hirdessék, megpróbálnak egészségesen élni, és nyilván ez az, amit mi is szeretnénk itt Kisteleken, hogy az emberek minél hosszabban éljenek, minél boldogabban, és teljes életet tudjanak élni. Alapítványunk egyik küldetése, hogy az egészséget célzó programok által arra biztassa az embereket, hogy életmódjukon keresztül egészségtudatosabb, kiegyensúlyozottabb életminőségre törekedjenek. Termei között szerepelnek állatterápiás foglalkozások, egészségmegőrzéssel, táplálkozással, stresszoldással kapcsolatos programok. Hadd mutassam be munkatársamat, Szigeti Noémit. Noémi, neked milyen kötődésedben, milyen szerepet játszik az egészség az életedben? Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Szigeti Noéminek hívnak, és én már 6 éve dolgozom a gyógyászati segédeszköz üzletben, úgyhogy mondhatni, test közelből érzem, tapasztalom, ha sérült beteg emberek érkeznek. Szociálisan érzékeny embernek tartom magam, ezért is viselem a szívemen az ő sorsukat, az ő életkörülményeiket. Milyen programokat tervez a jövőben az alapítvány? Nagyon sok programot tervezünk. Elsődleges ugye az volt, hogy most egy bemutatkozó rendezvényt hozzunk létre. Nyilván azért, hogy megismerjenek minket az emberek, tudják, hogy minket kell keresni, hogyha valaki ugye a segítségünket szeretné kérni. Tervezünk majd olyan programokat, amelyek az egészséges embereknek is szólnak, illetve majd a betegeknek is. Ezek lesznek majd gyermekprogramok, sportrendezvények a jövő. Beszéltünk itt már olyanról, hogy esetleg egy csillaglest fogunk majd így a jövő nyáron megvalósítani. Nyilván ezek még képlékeny dolgok, hiszen elsődlegesen a mai rendezvényre próbáltunk fókuszálni, de tervezünk a jövőben is. A Facebook oldalunkon pedig minden programról fogunk majd tájékoztatást nyújtani.
hogyan lehet támogatni ezt az alapítványt? Vannak szórólapjaink, amelyeket kihelyeztünk helyi kisvállalkozóknál. Azon is rajta van a bankszámlaszámunk, illetve a Facebook oldalunkon is minden információ fent van annak, aki esetleg utalni szeretne és tudna bennünket támogatni, illetve a kuratórium tagjai közül akár a Noémit, a Kittit, az Orsit vagy engem nyugodtan kereshet, és személyesen is lehet bennünket támogatni. Az Ópuszta-szeri szerkőtanya is csatlakozott ahhoz a határokon átnyúló Európai Uniós projekthez, amelynek általános célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a klímaváltozás okaira és következményeire. A projekt keretében környékbeli gazdálkodók is bemutatkoznak a jövőben. Itt vagyunk az Ópuszta-szeri szerkőtanyán, ahol a mai napon a természetes méhészetről hallhatnak az érdeklődők egy előadást. Hogyan jöhetett létre ez a program? Ez a program, hála Istennek, az Interreg Hatá IPA Magyarország-Szerbia program keretében jött létre. Három egyesület adta be ezt a pályázatot, egyrészt a Szabadkai Szabad Egyetem, másrészt a Szegedi Csemete, azaz a Csongrád megyei Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület, és az Ópuszta-szeri Vackor Környezet és Természetvédelmi Egyesület, úgyhogy itt a Dél-Alföldön sikerült jó pár ökológiai programot szerveznünk ezáltal. A mai nap az előadás sorozat első előadása. Mi vár ránk a jövőben? Ma igen, a természetes méhészetet veséztük ki, és ezután pedig szintén az ökológiai gazdálkodásoknak négy helyszínét kerestük meg. Október 5-én lesz a következő lehetőség, az a Biopipacs tanyán. Ott egyrészt a zöldségek birodalmába tudunk eljutni, másrészt pedig a dobozrendszernek a megismertetése zajlik. Ez ugye egy speciális formája a gazdálkodásnak, illetve a rövid láncú kereskedelemnek tulajdonképpen. Gondolom, hogy a pusztaszeri Biopipacs taját már sokan ismerik. Viszont október 12-én pedig Ópuszta-szerre lehet jönni. Itt a bürge tanyára, a BK Angus tanyán tulajdonképpen a marha tartásnak a rejtelmei, tehát itt az extenzív állattartásnak lesznek tanúi, akik eljönnek. Október 19-én az évkerékök tanyára lehet menni Balástyára. Itt pedig hát óriási tájfajta gyűjteménye van Kis Lászlónak, aki vezeti működteti a tanyát, és a magfogás rejtelmeibe, tehát hogy mennyire tudunk a magönellátásban ügyesek lenni, és saját magokat gyűjteni, és aztán azt elvetni. És ennek a sorozatnak az utolsó alkalma pedig november 9-én lesz a lelkes ökotanya, itt pedig a homoktövisnek a rejtelmei, annak a jótékony hatásairól lehet mindenfélét megtudni, illetve magáról a termesztésről, és hát a termék előállításról is. Hogyan lehet jelentkezni erre az előadássorozatra? A Vackor Egyesületnek a Facebook oldalán fönt lesz mindenképpen a program, és a Vackörte, ugye ékezet nélkül, kukac@gmail.com-on lehet erre a sorozatra jelentkezni. A pályázatnak a segítségével ingyenes a részvétel, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy mindenképp jelezze, aki szeretne jönni. Miért is fontos az, hogy a mezőgazdaságot bemutassuk itt a pusztaságban? Hát több szempontból. Mi ugye nem is csak a mezőgazdaságot, hanem azon belül az ökológiai mezőgazdaságot szeretnénk híresztelni, hogy igenis van jövője. Ugye a szárazság idén is, de 22-ben is rámutatott arra, hogy változtatni kell, tehát hogy a konvencionális gazdálkodás azért hosszú távon nem fenntartható. Itt a vízgazdálkodás, hogyha nem vigyázunk a vízre, a talajéletre, akkor hamarosan gondokkal fogunk küzdeni, mint ahogy már ezt tapasztaljuk, és ezért mutatnánk pár jó példát, hogy igenis lehet vigyázni a talajra, lehet talajtakarással, mulcsolással, megfelelő állattartással a szerves anyagot utánpótolni, tehát hogy nagyon, nagyon oda kell figyelnünk, hogy hogyan gazdálkodunk. Nem újat találunk ki, hanem igazából az őseink a parasztgazdálkodásnak próbáljuk a mai 21. századi formáját keresni és ezt ötvözni. Kiknek ajánlaná ezt az előadássorozatot? Természetesen mindenkinek, de elsősorban azoknak, akik nyitottak erre, tehát nyitottak arra, hogy keressék a megoldást, keressék a jó gazdálkodási formát, esetleg most kezdenének bele, és még nincs tapasztalatuk, tehát akár városból, vagy
vagy olyan településről jönnének, ahol kicsi a kert, de ha nagy, az sem gond, tehát hogy szeretnénk mindenkinek mutatni egy kis jó példát. A program keretein belül Szabadkára is ellátogattok, ott mivel készültök? Október 8 és 9-én a Biofesten leszünk jelen, szintén hasonlóképpen az ökológiai gazdálkodást szeretnénk hírelni, sőt, ott is meg fogunk látogatni egy biogazdaságot, lesznek előadások a témában, és ide még akár lehet is csatlakozni, aki szeretne Szabadkára egy kis kirándulással egybekötve eljutni, az a Csemete honlapján tud érdeklődni, hogy pontosan mi lesz a program. Szeptember 21-én az Euromobilitási Nap alkalmából a fővárosi Kargonómia teherbicikliait is kipróbálhatták a látogatók a Szent István téren. A teherkerékpárok használatának Észak-Nyugat-Európa egyes országaiban, Hollandiában, illetve Dániában már nagy hagyománya van, míg hazánkban többnyire csak Budapesten lehet találkozni hasonló kerékpárokkal. Először próbáld ki egyedül. Jó. Csak hogy érmegérezze az egyensúlyt. Mert amúgy tudtunk tekerni, meg akkor tudtuk ezt teherbringezni is tud. Csak kicsit máshol van az egyensúlya. Szóval csak ennyi, hogy először próbáld ki meg. És furcsa lesz, hogy nem látod az első kereket, de dísz formában. Jó. Arra felé. Mert kicsit más évben kanyarodik, de... igen, és lassan nem, tehát hogy legyen egy ritmusod, mert ha lassan mész fel, akkor eldőlt, szóval bátran. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan teherbiciklik is érkeztek ide Kistelekre, mit kell tudni erről a bicikliről? Hát a teherbicikli ez egy nagyon praktikus mindennapi eszköz, nem csak a komoly biciklifutóknak, de mindenkinek, és ezért jöttünk le ide Kistelekre segíteni a mobilitás nap résztvevők, jobban megismerkedni a teherbiciklik. Mi szoktunk nevezni ezt a típusú rendezvényt egy teherbicikli simogató, mert bárki eljöhet hozzánk, nem csak így simogatni a biciklik, de tényleg kipróbálni a biciklik. Honnan jött a biciklizés szeretete? Én gyerekkorom óta bicikliztem, de csak akkor, amikor érkeztem Budapesten, kezdtem látni az utcákon, akkor nagyon kevés volt, de láttam egy-két ember csomagszállító biciklikkel járni, és egyszer-kétszer voltam kint Dániában és Kopenhágenban, és Hollandiában, és láttam ott korai 2010 években, hogy már ez egy nagy hullám volt a gerekszállító és emberszállító biciklik. És az emberszállításon kívül ez egy nagyon praktikus eszköz, például zöldségdobozok szállítani, egy házszót szállítani, és én környezet tudatos vagyok, környezetvédő vagyok, és a városi környéken nincs egy másik jó lehetőség közlekedni gyorsan, hatékonyan, olyan módszeren, ami jó tesz a környezetnek és a testnek is, mint egy bicikli. És ezért kezdtem kicsivel többet foglalkozni a bicikli mobilitás témával a városon és a városon kívül. És szerencsére találkoztam másfajta emberekkel, vagy olyan hasonló típusú gondolató emberekkel Budapesten, amikor eredetileg megérkeztem. És próbáltunk kezdeni együttműködni egymással, és lassan, de szépen megszületett ez a Kargonómia ötlet. Én nem vagyok egy bicikli szerelő, vagy bicikli építő, vagy hegesztő, kertész vagyok, de érdeklődtem a bicikli tervezés és építkezésről, és a többi barátaimmal próbáltunk kitalálni olyan ötlet, hogy hogy tudunk csatlakozni a tudatos életmód, az agroökológia, az ökológiai mezőgazdaság, a bicikli közlekedés és a tudatosabb városi és vidéki élet, és a Kargonómia az a mi platformunk vagy felületünk jobban csatlakozni a szomszédunkkal, és közben segíteni a budapesti lakók és a magyarországi lakók jobban megismerkedni a biciklik, és közben mi is tudunk kísérletezni a Kargonómiával, hogy tudunk szervezni olyan programokat, ami segít összekötni az emberek, ami segít az emberek elasztani az ötletünk a elhető jövőről,
és a bicikli, a teherbicikli az csak egy kezdő pont összekötni az emberek, hogy tudjunk folytatni egy komolyabb megbeszélés arról, hogy hogy szeretnénk élni együtt a jövőben. Mennyire népszerűek a teherbiciklik a mai napon Magyarországon? Hol lehet ilyenekhez hozzájutni? Ja, a népszerűség, persze, hogy ha beszélünk a népszerűségről, beszélnünk kell erről, hogy eddig Magyarországon nem könnyen elérhető ezek a biciklik. Azért mi, mint Kargonomia hoztunk létre a közteherbicikli kölcsönző rendszert, mert ha igazán beszélek, beszerezni egy magán családként kicsi drága egy teherbicikli. Ez lehetne találni olyan biciklik hasonló áron, mint egy használt kocsi. De azért mi erre koncentráltunk és építettünk a közteherbicikli kölcsönző rendszert, mert az egy fontos cél nekünk, hogy elérhetőbb legyenek ezek a biciklik mindenkinek. Nem csak azoknak, akinek van a megfelelő források, megvásárolni a saját biciklik, ami lehet, hogy egyszer-kétszer hetente használják, de a hétnek a többi maradó rész parkolnak a garázsban. Az a mi célunk, hogy a jövőben, a közeljövőben legyen minden kerületben egy teherbicikli kölcsönző pont, és mi a saját forrásunkkal építettünk egy bicikli kölcsönző központ a Budapest a 8. kerületben, és tőlünk lehet kölcsönkérni a biciklik, adomány alapú rendszer, nem kell fizetni érte, és közben szívesen segítek az újabb teherbiciklizőknek, hogy hogyan jobban megismerkedni a bicikli az első felhasználás után. És azon reménykedünk, hogy a mi modell alapján a többi fővörös önkormányzatok és kerületi vezetők fognak látni ezt az ötletet, hogy tényleg működhet teherbicikli központok az összes többi budapesti kerületekben, és a magyarok arra várnak a lehetőség kipróbálni és használni ezek a biciklik minden nap, hogy és lehet, hogy a jövőben mi tudunk támogatni ilyenfajta közeszköz rendszerek valamilyen támogatással. És mi itt vagyunk, készen állunk segíteni, tanácsot adni ebben a helyzetben, sőt segíteni, betanítani az embereket, hogyan használni a biciklik biztonságosan a városban. És működik ez a példát, amit mi építettünk nagyon minimális forrásokkal. A 2024-es, 2025-ös idényben is városunk sportcsarnokában játssza hazai bajnoki mérkőzéseit a Tiszavolán SC felnőtt női MB2-es gárdája. A fiatalokból álló keret a bajnokság harmadik fordulójában az FKSE Algyú csapatát fogadta. Tiszavolán SC MB2-es női csapata idén ősszel is Kisteleken játssza hazai mérkőzését. Hogyan történik a napi munka? Hát itt ebben a csarnokban dolgozunk, kett kivételével minden nap, este 6-tól 8 óráig, tehát 4 edzéssel készülünk, minden héten tulajdonképpen. Hétközben ifjúsági mérkőzések, hétvégén meg a felnőtt. Hol itthon, hol idegenben. Mit kell tudni a női MB2-es felnőtt csapatról? Rettenetesen fiatalok. Tehát 2008-as a legfiatalabb leány, és 2000, hát lehet, hogy megharagszanak a lányok, de kimondom, 2000-es a legidősebb, tehát még ő is nagyon fiatal, és második szezonunkat töltjük az MB2-be. Tavaly kiestünk ugyan, de sikerült úgy maradni, nem akartak feljutni, ha jól tudom, a megyéből, így maradhattunk, és ez nekünk nagyon jó, mert tudunk fejlődni tovább. Egy ilyen fiatal csapatnak milyen várakozásai lehetnek az idényt illetőleg? Abszolút a bennmaradás nekünk a cél, tehát a mai mérkőzést is, ha nézem, akkor két ellentétes félidőt játszottunk. Az első félidőben azt gondolom, hogy partiba voltunk, szerintem a végső kimenetelre is esélyes Algyő ellen. Aztán a második félidőben meg volt hullámvölgy, aztán utána az erőnlétünk, én azt gondolom, hogy az megvan most már, úgyhogy futni bírnak a lányok, technikai hibánk volt nagyon sok. Igaz, hogy próbálunk olyan játékot játszani, egy rengeteg futós játékkal, amiben most még nekünk belecsúsznak ezek a hibák. De dolgozunk rajta, hogy ezt kiküszöböljük. A mai mérkőzésen az FKSE Algyő csapata ellen 24-41-re maradtak alul. Miben érdemes fejlődni?
Mindenben. Leginkább technikai dolgok azok, amik nekünk, tehát még a passzolink is olyan pontatlanok sok esetben, hogy a lassú játéknál már tudunk pontosan passzolni, de ennél a gyors játéknál, amit szeretnénk, az még hagy némi kívánivalót, de jó lesz. Milyen lehetőségeik vannak a lányoknak itt az MB2 felnőtt mezőnyében? Mit értünk lehetőség alatt? A fejlődést például. Hát az Egyesület részéről szinte mindent megkapnak, tehát én azt gondolom, hogy az egyéni képzéstől kezdve a rehabilitáción át minden lehetőségük adott. Minden eszköz, ami éppen nincs, akkor el tudnak menni máshová, olyan helyre, ahol ez adott lehet. Minden. Nem az első szezonja itt Kisteleken a Tisza Valán csapatának. Hogyan érzik magukat a csarnokban? Én azt gondolom, hogy egy rossz szavunk nem lehet, mert ha bármit kérünk, akkor mindent megkapunk, tehát nincsen olyan, ami nincs. Tehát ha fürdőbe szeretnénk menni, ha a konditerembe, minden adott, minden. Tehát minden alánk van téve, úgymond. Tehát csak dolgoznunk kell és fejlődni. Önök a Kistelek városi televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben betekintést nyerhetnek a Városi Nyugdíjas Klub idősek és zenevilágnapi rendezvényébe. Ellátogatunk egy terepjárós közösség baráti találkozójára, és a szeptember 29-i hálaadó misét is megtekinthetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!